Sziasztok, Csebe99 vagyok, és most azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan tudtok tűzjáték spawnert készíteni, illetve MC Editor behelyezni, ami végtelen ideig óriási, színes és változatos tűzjátékot tud csinálni. Mint látjátok is most. És egyébként már láthattátok a Boldog Új Évet videónkban. Jó, ennyi elég is lesz ebből. Váltsunk át MC Editre. MC Editben megnyitjuk a világot. Én ugye ezt úgy neveztem el, hogy tűzi tutorial. Itt ugye a levelpontatot. Megnyitjuk. És akkor itt a menüpontok közül kiválasztjuk ezt az importot, és le kell tölteni egy schematic file-t, amit a leírásban megtalálhattak, mármint a linket. Ezt itt ki kell keresni, én kiraktam az asztalra. Itt van a fireworks-spawner.schematic, open, és valahova, mondjuk itt az egyik, akkor itt legyen mellett a másik, ide lehelyezzük, majd bal oldalt rákattintunk az importra. Ezzel készen is lennénk, kilépünk MC Editből, Save and Quit, szóval elmentjük a változtatásokat. Minecraftban újra megnyitjuk a világot, és már is itt van 2 darab tűzijáték spawner. Egyébként természetesen a tűzijátéknak hangja is van, csak levettem a hangot, hogy engem lehessen hallani. Remélem segített nektek ez a videó, és most már óriási és gyönyörű tűzijátékokat fogtok csinálni. Ha tetszett, akkor lájkold, vagy iratkozz fel a csatornánkra.